Ezelőtt Minosz király uralkodott Kréta szigetén. Hogy nem. Ennek a királynak egyszerre szörnyetek fia született, Minotaurus. Ő félig ember, félig vika alakú teremtmény volt, tápláléka pedig csak emberhús volt. Hiába kínálgatták bármiféle étellel, mindig csak emberhúsra vágyakozott. Minosz király megrémült, hogy ilyen fia született, azt gondolta, legjobb lesz elrejteni ezt a teremtményt az emberek előtt, hiszen különben, ha szabadon ereszti, fölfalja minden alfalóját. Volt a királynak egy görög építőmestere, Daidalos, aki Kréta szigetére menekült, meg is parancsolta neki, hogy építsen labirintus. Daidalos, építse a fiamnak egy labirintust, hogy onnan ne találjon ki, és miután megépítetted az útvesztőt, nem hagyhatod el a szigetet. Nagyon hatalmas király volt ez a Minosz, úgyhogy a szomszédos államoktól is adott utat el. Athén városa is adott vizet tett neki, és eledelt kellett biztosítani a Minotaurusnak. Minotaurus! Letelt a 9 év. Hol az a 7 fiú és folyadó lányok figyelme? Egyszer azonban Athén megelégelte ezt a kegyetlen emberadót, és egyik legnagyobb hősük, Tézeus, fölkerekedett, és elindult Kréta szigetére, hogy megölje a kegyetlen szörnyeteget. Tézeus. Édesapám Égeusz, én is jelentkezem az ifjak közé, vagyok annyira bátor, hogy legyőzzem a Minotaurus. Tegyél úgy, fiam, nagyon feltelek, de tudom, hogy erőddel és eszeddel legyőzed a szörnyet, de arra kérlek, hogy vigyél magaddal egy fekete és egy fehér vitorlát is, és hazatérésedkor fehérrel jelez, ha sikerrel jártál, míg a fekete vitorlát társai tűzzék ki, ha elesél a küzdelemben. Csak hogy a labirintus olyan veszedelmes volt, hogy oda senkiben nem merészkedett, ha csak nem számolt le életével. Tézeusnak azonban sikerült bejutnia, mégpedig Minosz király lánya, Ariadné segítségével. Tézeus, hiába vagy erős, csak én segíthetek kitalálni neked a labirintusot. Fogd ezt a kardot, és a fonalam segítségével hamar kitalálsz. Tézeus meg is ment a veszedelmes vesztőbe, megtalálta a szörnyeteget, megölte, és a fonál segítségével kijutott az útvesztőből. Sikerülhet a szökés, hiszen a levegőben Minosz király nem állhatja útját. Ezért egy megvalósítható ötlettel állt fia elé. Gyere, fiam! Kitaláltam valamit!
szárnyakat ragasztok rád, és átrepülünk a tengeren. Kirepülünk a kréten fogságban. Végre hazajutunk a fénybe. Elég fiának két karját ragasztott a teletollakkal, úgyhogy a kicsi hamarosan szárnyas emberré vált. A tollakat Galdalo fiatta ragasztotta, és vonalakkal oda is kötötte. Pontosan úgy rendeztem, és a madár szárnyak volnának. Kipróbált a szárnyak, egyet-egyet sütődött velük, mivel emelkedett a levegőbe, és hosszú ideig kapcsolat nyújtott a szárnyak. Most aztán készen voltak az útra. Minden emberőt oktatta fiát. Édesfiam Ikarosz, mindig olyan magasságba repülj, mint én, és ha lejjebb ne reszkedj, se följebb ne szállj. Mert lent a tenger vizétől megnedvesedik, és nehezebb lesz a szárnyad, fönt pedig a naptüze leolvasztja róla a tollakat. Igenis, apám. Oda lent a földön, fölnézett a halász, aki türelmesen tartotta a horogvesszőjét. Fölnézett a szántóhekre, és az ekeszarvára támaszkodott, amikor meglátta a repülő embereket. Persze azt hitte, hogy Istenek, hiszen úgy tudta, hogy az emberek nem repülhetnek a levegőben. Azok ketten csak szálltak, és az apa már örvendezett, hogy fiával együtt szerencsésen eljött szülővárosába. Igen ám, de az ifjú Ikarosz nem tudott uralkodni fiatalos merészségén. Megfeledkezett apjaink elmeiről, és vakmerően nekivágott a levegőnek, hogy felrepüljön a napa. Csak hogy a naptüze megolvasztotta a vihaszt, amelyel Dajdalosz a szárnykolakat felolvasztott. Most már két húzta karjával csapkodott a levegőben, de nem bírta tovább fenntartani magát. Levegő ajakkal kiáltozta a elé, de hiába menthetetlenül lezuhant és elnyerte a fenntartást. Mikor Ikarosz eltűnt apja szeme elől, a szerencsétlen Dajdalosz kétségbe esetten kiáltozni kezdett. Ikarosz, hol vagy? De már senki sem felelt kiáltozására. Felelet nélkül is hamarosan megtudta a szomorú valóságot, megpillantotta fiának szánytolait a tenger színén, akkor megálkozta ezermester tudományát, megálkozta vakmerőségét. Aztán leszállt az egyik szigetre, ott a halászok segítségével megkereste, és eltemette a holttestét. Azt a tengert, amely Ikarosz elnyerte. Ikáriai tengernek, a szigetet pedig Ikáriának nevezték el. Köszönjük szépen!